Ezüstmisére hívta a híveket, a környező települések polgármestereit és az egyház képviselőit Szécsi Ferenc plébános, tábori lelkész. Pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából a Jézus szíve plébániában tartottak megemlékezést és szentmisét. A templomot az egyház támogatásával, adományokból és a hívek áldozatos munkájának segítségével újították fel. Bíró László, tábori püspök felszentelte a felújított templomot. Szécsi Ferenc tevékenységét, isteni szolgálatát több egyházi vezető is elismeréssel méltatta. Ferenc pápa apostoli áldását ajándék formájában küldte el a plébánosnak. Ferenc pápa szívből adja apostoli áldását papá szentelésének 25. évfordulója alkalmából főtisztelendő Szécsi Ferenc plébános kisegítő tábori lelkész életére, bőséges mennyei kegyelmeket kérve számára, és a szentséges Szűz Mária anyai pártfogását, hogy növekvő bőséggel és belső örömmel folytassa Istennek és egyházának szentelt imádságos papi életét. Erre felismer értesen. Szécsi Ferenc számára a papi hivatás komoly elhatározás és áldozat Isten szolgálatában. Akik között majd kell mi hirdetnem az Úr Jézusnak az örömhírét, hogy ők is befogadják rajtam keresztül Istennek az üzenetét, és persze a jelenlévőkért is hálát adok, katonákért, civilekért, polgármesterekért, mindenkiért, és kérem az Úr Jézus Krisztus, hogy mindannyiunk szívébe áldassa ki szeretetét, hogy a szívéhez tudjunk mi is alakulni, és mi is azzal a szeretettel tudjuk élni életünket, amellyel ő itt köztünk járt a Földön. Márfi Gyula érsek és több vezető egyházi személyiség méltatását paptársai tolmácsolták. Az embernek szüksége van Istenre. Mindenkitől el kell köszönni az életben, mert van, aki előbb távozik. Csak egy valakitől nem lehet elköszönni, Istentől. Emelte ki beszédében Bíró László, tábori püspök. A pap az, aki újra meg újra közösségbe gyűjti össze a híveket. A pap önmagán túlmutató jel. Az odaadásnak szánt élet a papi élet. Ezt a misztériumot ünnepelték. De mi ennek a papságnak a lényeg? Minden figyeljünk oda, reggel így lehetne beszélni róla, nem teszem azért. Nagy titok. Mindegy, érezzük a házasságnak az odaadottsága is titok. Egy házasságnak egymásra találása is titok. A pap és ember, az ember és Isten találkozása egy hívásban, talán minden ott titok. De a lényegében épp úgy odaadás, mint a házas embernek az odaadása, vagy a katonának az önátadása a szolgálatra. Annyiszor kimondja a katona a hazának a szolgálat. Mit is jelent részleteiben ez a papi szolgálat? Mit ünnepelünk ma? Ünnepeljük azt, hogy közülünk Isten 1991-ben szentélyesek által Isten kiválasztott és önmaga jelévé tette. A hálaadó szentmise méltó megünneplése volt Szécsi Ferenc eddigi papi szolgálatának.